40 éves trend látszik megfordulni Felsőszent Ivánon, megállt a népességfogyás. Olyannyira, hogy a helyben maradó fiatal családok igényeit kielégítendő, bővíteni kellett a bölcsődét. Ezt két lépcsőben tette meg az önkormányzat. 2019-ben az egykori védőnői szolgálati lakás felújításával 8 férőhelyet alakítottak ki. Legutóbb pedig topos pályázati forrásból építettettek egy új épületszárnyat, amellyel további 7-tel nőtt a férőhelyek száma. Van egy mérőszám, ami nagyon jól mutatja azt, hogy hogy áll a országos szinten a területi operatív program, hogy milyen munka folyik a megyében. Ez pedig nem más, mint a számla benyújtások előrehaladásának állása. Bács-Kiskun vármegyében 75%-on állunk a záró elszámolás szintjén álló projektekben. Ehhez még ha hozzáveszünk a benyújtott számlákat, a záró elszámolás előtt, akkor 90%-ot kapunk, és mindösszesen 8,7% vár csak elszámolásra. Ezekkel az adatokkal Bács-Kiskun megye első az országban, és ez jól mutatja azt a munkát, amit a települési önkormányzatok elvégeznek, azt a munkát, amit a polgármesterek beletesznek itt Felsőszent Ivánon is. A megye 26 településén 4,5 milliárd forintból újultak meg, illetve épültek bölcsődék az elmúlt években. Ezekben a kis településekben már meglévő 385 férőhely mellett 418 új létesült. Átlagosan 170 millió forintnyi támogatás jutott egy-egy projektre, amelyek megépítésük mellett azok fenntarthatósága is kiemelt szempont. Nyilván az összes finanszírozás elhanyagolható, hogyha a beruházás nem megfelelő a mostani környezeti kihívásokra és energia válságra való tekintettel nincsenek megfelelő válaszok. Éppen ezért az épület erre, én úgy gondolom, hogy fölkészült. Olyan szigeteléssel és nyilászárokkal ellátott, ami a mostani korban a legjobb, illetve napelemmel és hőszivattyús padlófűtéssel, ami energetikai szempontból a legalacsonyabb energiafogyasztást és kibocsátást igényli.